Üdvözlöm, én Kulcsán Tasnádina vagyok, a Vitákolt Egészségcentrum vezetője, természetgyógyász. Szeretném bemutatni önnek a MOFETA terápiánkat, a MOFETA kabinunkat. A MOFETA-ról nagyon-nagyon sokan hallottak már, az gyakorlatilag egy természetes gáz, ami feltör a Földből. Magyarországon egyedül Málta Berecskén, Erdélyben nagyon sok helyen van ilyen MOFETA gáz, és még Olaszországban található néhány helyen. Azok az emberek, akik ezeken a vidéken élnek, ahol ilyen MOFETA gáz található, tudják évszázadok óta, hogy milyen jótékony hatása van a keringésre, az egész szervezetre. Csak sajnos ezt nem vehetik igénybe sokan, ezért fejlesztették ki ezt az úgynevezett MOFETA mobil kabint, amivel el tudjuk érni azt a hatást, amit ezekkel a természetes lelőhelyeken. A MOFETA egy természetes gázkeverék, többféle gáznak a keveréke, de ami a legnagyobb mennyiségben van benne, az a széndioxid. És ennek a széndioxidnak van az a tulajdonsága az érrendszerünkre, hogy ha a bőrön keresztül ez beáramlik, akkor a hajszálerek elkezdenek dolgozni, és kitágulnak. Ha kitágulnak a hajszálerek, akkor javul a keringés, több oxigén jut a megfelelő szövethez, ezáltal javul azoknak a szöveteknek, izmoknak, szerveknek az állapota. Ebben a MOFETA kabinban kezeljük már több mint 10 éve a mi rendelőinkben a kedves pacienseket. Megmutatom, hogy hogyan történik egy ilyen kezelés. Ugye bejön a kedves paciens, fölteszünk egy kis ajtót, ami... derékig zárja be a kabint, tehát friss oxigénhez jut a kedves paciens. Van benne egy kis mécses, amit meggyújtunk. A palackból elindítjuk a gáz. Én most elzártam a palackot, mert elég erős hangja van ennek a gáznak, tehát nem lehetne hallani, amit mondok. Tehát áramlik a gáz egész a lent az alján, a kedves paciensnek a bokájánál, és az a gáz, amikor eléri a mécsesnek a magasságát, akkor a kis mécsesünk elalszik, ez jelzi, hogy megtelt a megfelelő mennyiségek a kabina gázzal, és akkor elzárjuk a palackot. Ez körülbelül olyan 10-12 percet vesz igénybe, és körülbelül még 20 percig ül a kedves paciens ebben a derékig gázzal telt kis kabinban. Ez a bőrön keresztül beáramlik, és nagyon szépen, amint mondtam, a hajszálereket arra ösztökéri, hogy táguljanak. Ahogy kitágultak az erek, jó lesz a keringés. Ezt a kezelést kúraszerűen végezzük, több napon keresztül. Mi a legkevesebb mennyiséget, amit szoktunk ajánlani, az olyan 12 alkalom, és aztán 15-20 alkalom. A egy-egy kezelés sajnos kevés ahhoz, hogy egy évek óta fennálló problémában komoly eredményeket tudjunk elérni, mert minden nap egy picit távolnak a hajszálerek, és a következő nap az előző nap eredményeire dolgozik rá a rendszer. Ajánljuk ezt a kezelést kivizsgált érszükületeseknek, vagy olyanoknak, akiknek még nincs diagnózisuk róla, de érzik, hogy gyakran görcsön a lábuk, kevesebb bírnak menni, gyakran meg kell állniuk. Cukorbetegeknek, hiszen a cukorbetegség mellékhatása sajnos az, hogy roncsolja az ereket, a hajszálereket, a vesében, a szemfenéken és bárhol az egész szervezetben. Ajánljuk azoknak, akiknek esetleg volt már infarktusa, mert nekik is javítja a keringést, megelőzendő, esetleg további, nagy isten infarktusnak a kialakulása miatt. Ajánljuk olyanoknak, akinek Raynaud-szindrómája van. Akinek van, az sajnos tudja, hogy egy ilyen Raynaud-szindrómában a hajszálerek összeszűkülnek nagyon hirtelen, és teljesen elfehérődik az ujj, nem kap vért, a megfelelő végtag, és nagyon nagy fájdalmakkal rendelkeznek. Sajnos ez egy olyan betegség, aminek még az okát sem tudják, de ezzel a kezeléssel tudunk abban segíteni, hogy ne legyenek ezek a csúnya, elfehéredő, fájdalmas ujjak. Én azt mondom, hogy nézem utána ennek a kezelésnek, nézem utána a rendelőnknek. Mi már több mint 10 éve foglalkozunk ezzel Hajdúböszörményben és Debrecenben is. Egyre több visszatérő ügyfelünk van, akik meg vannak elégedve a kezeléssel, mert sokkal jobban érzik magukat, jobb a közérzetük, többet bírnak menni, nem görcsölenít a lábuk, nincsenek olyan fájdalmak, mint a kezelés előtt.
Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmét, és amit mondtam, érdemes utána nézni, érdemes tájékozódni. Várjuk Önt is, Önöket is a rendelőnkben, bármilyen egyéb kezelésre is. Viszontlátásra!